A sportgálán a város köszönti korábbi legendás sportolóit, közöttük Ónodi Henriettát, aki 25 évvel ezelőtt lett olimpiai bajnok Barcelonában, Palotai Károly, egykori olimpiai bajnok labdarúgót, és a szintén olimpiai bajnok ökölvívót Gedő Györgyöt. A program további részében átadják a Békés Csaba sportjáért járó kitüntetést Unyatinszki Mihálynak és Kormos Mihálynak, majd Hevesi Tamás koncertjét élvezhetik a gálára ellátogatók. Az ünnepi beszédet a gála ötletgazdája Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere tartja majd. Ónodi Henrietta 25 évvel ezelőtt szerezte meg az olimpiai aranyérmet Barcelonában, és mindenképpen szerettük volna ezt egy nagyszabású ünnepség keretében megünnepelni. És évközben pedig annyi csabai sportsiker adódott, hogy úgy gondoltuk, hogy a kiemelt sportsikerekben gazdag 2017-es évet is egy sportgála keretében köszöntenénk és fejeznénk ki a elismerésünket a sportolóink, a sport szakemberek felé. Békés Csaba költségvetésében nagy szerepet játszik önként vállalt feladatként a sporttámogatás. 2017-ben például a teljes költségvetés több mint 2%-át különböző sporttámogatásokra fordítja a város. Bíró Csaba, az Ifjúságért és a Sportért Felelős Bizottság elnöke kifejtette, hogy ez egy kiemelkedő ráfordítás a megyei jogú városok között, ami nagyon fontos a város jövője és jelene szempontjából egyaránt. Úgy gondolom, hogy ez hosszú távon fog kifizetődni. Tehát nem szabad rövid időben, egy-két évben gondolkodni, nem tényleg hosszú távlatokban hosszú célokat kell meghatározni, és minden egyes forint, amit ebbe belefektetünk, az látszik, hogy jó helyre megy. Nagyon-nagyon népszerűek azok a sportágok, amikben Békés Csaba és sportolók kiváló eredményeket érnek el. Nyilván ez is valahol igazolja azt, hogy tényleg érdemes belefektetni, és mondom, de a legfontosabb az tényleg az, hogy egészségre nevelés, olyan értékeket tudjon a sport által szerethetővé magába bevonzani, ami tényleg megfelelő alapot tud abban nyújtani, hogy tényleg egészséges ifjúság és egészséges felnőtt kor tudjon megélni itt Békés Csabán. A december 11-i rendezvény többek között azt a célt szolgálja, hogy minél népszerűbb legyen a testmozgás, azáltal, hogy a fiatalok világhírű sportolókkal találkozhatnak és beszélgethetnek. Ez olyan élményt adhat nekik, ami segíti őket sportpályafutásuk során. A rendezvény ingyenes lesz, de regisztrációhoz kötött, melyet az esemény közösségi oldalán vagy a Csaba Gyöngye Kulturális Központ weboldalán tehetnek meg az érdeklődők.